február 23-án tartotta éves közgyűlését a Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület. A beszámoló közgyűlés végén Tatár Zoltán elnök urat kértük, hogy röviden foglalja össze az Egyesület elmúlt évi munkáját, valamint az előttük álló feladatokat, terveket, rendezvényeket. A 2023-ban az Egyesületünk nagyon sok feladatot látott el, és végzett is. Elsősorban a hagyományos rendezvényeinket vagyunk büszkék, amit azért már nagyon sok éve megrendezünk. Különösen a városszépítő táborra, amit már 37. alkalommal rendeztük meg 2023-ban, és amihez most különlegesen kapcsolódott az országos Hungária Nosztra Városvédők Országos Szövetségének a tábora, ami 31. alkalommal, tehát ők 6 évvel el vannak maradva hozzánk képest, csatlakoztak hozzánk, és a két tábort együtt rendeztük meg. Nagyon sok minden feladatot el tudtunk végezni ebben az időszakban, különösen sokan voltunk, több mint 98 gyermek és 57 felnőtt, ha jól emlékszem, 2400 munkaórában rengeteg feladatot végzett el a városban, amelynek egyébként nagyon közvetlen hozadéka az, hogy megszépülnek közterületek, iskolák, intézmények, egyes épületei, berendezési tárgyai. Emellett a legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a táborban résztvevők önzetlenül önállóan, semmilyen térítés, nem kívánva térítés mentesen végzik feladatukat, és ezáltal erősödik a városhoz való kötődésük, mind a felnőttek, mind a fiataloknál, és reméljük azt, hogy a fiatalok majd tovább viszik ezt a gyönyörű kezdeményezést. Ezen kívül vannak olyan rendezvényeink is, mely minden városlakó számára nyitott. A Gémes Kutas rendezvényünk, vagy éppen az, ahogy tagjaink látják, kiállítás sorozatunk, most is a háttérben lehet hallani, az idén megnyitottuk az első kiállítást. Az elmúlt évben 4 alkalommal, az idén is ugye 4 alkalommal tervezzük. Ezeknek a kiállításoknak nagyon sok nagy jelentősége volt olyan tekintetben, hogy a közösség építés szimbóluma volt, először kis előadások is történnek egy-egy kiállítás alkalmával. Az elmúlt évben 2 ilyen kiállítás volt, az idén is vagy 2 előadás is volt, amit nagyon nagy érdeklődés és övezett. Ugyanígy ebben az évben is nem csak kiállítás, hanem ezzel összekapcsolt előadást is tervezünk. A város érdekessége, hogy a rengeteg munka mellett, amit elvégzünk rendezvényeinkkel, még ugye a legfontosabb, ami kapcsolódik a diákokhoz és a felnőttekhez egyarány, a március 15-e előestéjén a fáklyás megemlékezésünk, hogy széles társadalmi összefogással gyakorlatilag minden oktatási intézmény és nagyon sok civil szervezet részt vesz, és közösen együtt emlékezünk a 48-as hősökre, és ezáltal egyébként itt is azt gondolom, hogy egy összetartozási érzést erősítünk egymásban is. A rendezvényeinken kívül nagyon érdekes és értékes feladatokat is elvégeztünk. Az idén különösen sok növényültetési munkálatokat végeztünk. Nem csak az a pár, ami is fontos virág edényben ültettünk virágokat a tavasszal, hanem a Süsü játszótéren adományokból, jegyzőasszonynak is köszönhetően a városháza előtt rózsatöveket ültettünk, vinkákat és egyéb porcsinrózsát, de az ősz folyamán a állomás előtti körforgalomnál a talajtakaró növényeket, hársfákat és gesztenyefákat is tudtunk ültetni, tehát most nagyon sok növénnyel hozzá tudtunk járulni a városunk szebbé tételével, és már említettem a város vasútállomás előtti körforgalom kapuját, a vasúti kapunkat, ha így tetszik, ott egy széles társadalmi összefogással sikerült a már több mint 10 évvel ezelőtt megmentett vízdarut
ismét életre kelteni, teljesen ott kialakítani egy vasúttörténeti miniparkot az állomás előtt. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy sokan részt vettek ebbe a tevékenységbe, és bárkit megkértünk ennek a munkálatok elvégzése során, mindenki önzetlenül segített, anélkül, hogy egyáltalán megkérdezte volna, hogy ez mibe fog kerülni. Tehát sikerült egy olyan rendezetté tenni ezt a területet, ami szerintünk megfelelő képet nyújt az ide látogatóknak, és sokan érdeklődtek is azóta már erről. Hát hosszasan tudnék még beszélni az elmúlt évi munkákról, az idei terveink között még mások más feladatok is szerepelnek. Mégiscsak vissza kell kanyarodnom az elmúlt évi munkához, és összekapcsolom az idei műemléki világnapi rendezvénysorozatunkon. Mindig megjelölünk egy helyi védelem alatt álló épületet. Az elmúlt év azért is különleges volt, mert nem csak megjelöltünk, hanem védelemre is javasoltunk egy újonnan felújított épületet itt a Vásár utcán, és azt sikerült megjelölnünk. Az idei évben az Illési utcán, az Illési Kossuth emlékkapuval átellenben egy épületet szeretnénk megjelölni a műemléki világnapján, és természetesen a Városvédőstábor, Gémeskutas rendezvény, fákjás felvonulás, minden hagyományos rendezvényünket meg szeretnénk tartani, és sok segítséget fogunk nyújtani, újabb feladatokat vállaltunk más felkérésre, például a Református Gimnázium és Kollégium felkérésére közreműködünk ilyen pedagógus sírok felkutatásában, illetve a városgazdálkodás és az egyház segítségére is kértünk, vagy kutatták már fel tagtársaink a kitisztított temetőknél, hogy segítsünk katalogizálni, hogy milyen sírhelyek vannak ott. És az idei évben a legnagyobb öröm folytatni szeretnénk az elmúlt években megkezdett Piculás civil háznak a rendbetételét, felújítását. Az elmúlt évben 4 ablakot szintén tudtunk cserélni a Vásár utcán, és az idei évben a Vásár utcai homlokzatot egy újabb pályázat segítségével, bár jelentősen ki kell egészítenünk több mint duplájával az összeget, szeretnénk a homlokzatot, a erősen leromlott állapotú homlokzatot is teljesen felújítani. Hát és számtalan még más programba segítkezünk, úgyhogy nem rabolnám a időjüket. Hagyomány az Egyesület életében, hogy évente 4 alkalommal, ahogy tagjaink látják, címmel fotókiállítást rendeznek, ahol a fényképezni tudó és szerető tagok mutatkozhatnak be. A 4 kiállítás közül az első mindig a közgyűlés alkalmával nyílik meg. Idén dr. Varga Zoltánné Amerikában készült képeit csodálhatták meg a résztvevők. Akik lehetővé tették nekem ezt az utat. Ők rendezték ezt az utat nekem meg, ők voltak a színház rendezői, díszlettervezői. Ők határozták el, hogy mit nézzünk meg az unokámmal együtt, hiszen a 23 éves unokám is ott volt velünk. Ő, aki és én, ugye, aki, ha már a színháznál vagyunk, akkor a színpadon voltunk, ő volt a főszereplő, hiszen ő mindent hallott és mindent értett, hiszen azt is tudunk el, hogy 3 nyelven beszél, angolul, spanyolul és olaszul,
a színpadon ő érezte otthon magát nagyon, én kevésbé. Ha ő a fül volt, akkor én a szem. Tehát ő mindent hallott, mindent látott. Én meg ugye értettem, amit értettem, de mindent láttam. És ennek nyomán van itt az a kiállítás, amit itt láthatom, amit én láttam az én szememmel, és amit megpróbáltam megörökíteni. Ha elindulunk a képek között, akkor elmondhatnám, hogy ez a oldal, onnan indulva, ez a oldal egészen odáig New York. New York 28 kép, és akkor az összes többi a 17 vagy 18, az pedig Florida, onnastól a ajtótól a másik ajtótól. Nem olyan sok időnk volt, de ez a kétszer öt nap, mert öt nap volt New York és öt nap volt Florida, ez igen élménydús, eseménydús volt, hiszen gondoskodtak róla a gyermekei, hogy amikor reggel felkeltünk, akkor sose tudtuk, hova menjünk. Sose tudtuk. Nem mondták meg, hogy hova megyünk, csak amikor elindultunk. És hogy bírtad ki, Böbi? Bocsánat, csak viszont az idő. Nem tudtuk, hogy hova megyünk. Nagyon is tudták, hiszen mindenre meg volt a belépő. És Magyarországon megvették a belépőt. És akkor mi szépen oda mentünk a valamival, ahova mondták. És ott kezdődik a tulajdonképpen, és nagyon röviden akarok különben elmondani, de azért nagyjából mindenről egy-két mondatot. Ott kezdődik, hogy elindultunk a szabadságszoborhoz, amit megpróbáltam szépen megörökíteni, és amit még azért előre bocsátanék, hogy Manhattan. New York Manhattan negyedében, vagy más részében voltunk. Az öt nap alatt nem is tettük onnan a lábunkat, hiszen hatalmas városrész és nagyon sok látnivaló van. És a szabadság szobor megtekintését, ha valaki már nyilván tapasztalatból filmekből látta, hajót lehet a Hudson folyón megközelíteni, és a Brooklyn híd alatt megyünk át. Megmondom, mi nem mentünk, nem sétáltunk a Brooklyn hídon, de a híd alatt átmentünk, és látható majd a képen a gyönyörű híd, ami természetesen mindenki át akar venni, csak mi nem mentünk. És megtekintve nyilván a folyóról Manhattan képét, egy csodálatos látvány tárul elé. Minden amerikai filmben azt látjuk önbe, és most én ugye a két szememmel, illetve mi a két szememmel látok ezt, hogy azokat a felhőkarcolókat, amik tényleg a felhőkben, amit én kérnek, és több kép a főn tanúskodik róla, hogy valóban ott jártunk a felhőkarcolók között. És több, hát összesen 12 ikonikus helyen jártunk, mehettem 12 helyén, és nyilván nem fogom elmondani mind a 12-t, de ami úgy gondolom, hogy ismeretet is ad, hogy megerősíti az ismeretünket, a Világkereskedelmi Központ, ami ellen ugye a terrortámadás 2011, és annak, amikor ugye lerombolják a két tornyot, annak helyén igen sok minden született, így a képükkel torony helyet csak egyet építettek fel, és annak is a képe ott látható, és ott alul. Van, és azért mutatja is, ott van, és a másikat nem építették fel, viszont azt tudni kell, bocsánat, mert nem tudok beszélni, mire nézünk el.
viszont azt tudni kell, hogy a, tehát az egyik torony ugye gyönyörűen megépült, a másik torony helyett viszont van két emlékmű is, ahol a áldozatok nevén fel van vésve, de nem az, az tehát a emlékmű műről nem csináltam, illetve csináltam csak ebben férfiakkalra. Az viszont, ami ott van, egy ilyen szemet jelképező épület, az azért érdekes, mert ez minden szeptember 11-én kinyílik. Tehát úgy van megcsinálva a maga szerkezet, hogy tehát úgy is néz ki, mint a szempilla, és a alsó-felső szempilla, kinyílik a szem. És hát nyilván az áldozatoknak a tiszteletére nyílik ki minden szeptember 11-én ez a szem. De azt is kell tudni, hogy alatta egy 7 emeletes mély gödör helyezkedik el, de az nem gödör már, hanem üzletközpont, meg szórakozó helyek. Több kelege, meg hát ugye a turisztorizásra, amelyek kielégítésére szolgáló üzletek és minden egyéb, pocsolya pálya, bőrkori pálya, tehát minden, ami az igényt kielégíti. Tehát ez az érdekessége a világkereskedelmi központ két tornyának a újjászületésével kapcsolatosan. Voltunk ugye a Harlemben, ami, hogyha kimondjuk, ugye mindjárt sajnos inkább élelőben mondjuk ki, hiszen a filmekből azt láttuk, hogy bizony a Harlemben vigyázni kell. Hát azt kell mondanom, hogy nyilván mi nem voltunk olyan helyen, de ma már azért egyáltalán, tehát nem olyan nagy a közbiztonság, tehát vigyáznak is, hisz rengeteg turista látogatja, és az a gyönyörű graffiti, vagy az a színes valami, amit ott látok, az Harlemnek az egy részében láttunk, de tudni kell, tehát felhőkarcolók is vannak Harlemben, meg gyönyörű emeletes épületek, tehát, de persze ott van a nyomon is. Tehát ez kizárt, mindenütt ott van. A rajítás mellett mindenütt ott van a szegénység, a nyomon is ezt is tudja. És ami nagyon érdekes volt, vagy egy nagyon egyedi, amire jegyet kaptunk, az a egy templomba a gospel koncert. Ott vannak a néger énekesek a színpadon, ilyenek, tehát magamok sikerek, ilyenek, és már a nők, a férfiak nem annyira, a néger nők, hatalmasok, de olyan hangerővel is úgy énekelnek, és énekelik ezeket a spirituálékat, meg egyházi énekeket, meg maga a gospel, az ugye olyan dal, vagy olyan ének, ami a Isten dicséretét, tiszteletét fejezi ki, meg ismereteket ad a vallásról. És ezáltal ezek azok a néger emberek, a négerek, akiket behurcoltak valamikor rabszolgaként Amerika földjére, ezek az emberek meg ezeket az embereket így sikerült a keresztény hitre átéríteni. De nem akarok már túl sokat beszélni róla, mert tudom, hogy már mindenki fáradt, de azért mégis kijön belőlem, mert nem akarom, hogy ugye, mint én már most elgondoltam, akkor a kíja legyen. Manhattan és a Hudson folyó túloldalán Brooklyn helyezkedik el. Hát mondtam, hogy átmentünk a Brooklyn hídon, most pedig átmentünk a Manhattan hídon, hogy elérjünk Brooklynba. Miért volt fontos? Karácsonykor voltunk, ugye advent időszakban, és ezek a házak
karácsonyi díszben égnek, csillognak, villognak, pompáznak. Legalább 3 órás még az, mire bejárja az ember Brooklynnak ezt a negyedét, és csodálja ezeket a házakat. Az a Lucy háza, az azért a Lucy háza, mert a 80-as években ő találta ki, ez az amerikai hölgy, ezt a díszerű feltisztítését a házaknak. Na de azt is tudni kell, hogy most már iparággá fejlődött a dekorációja ezeknek a házaknak. Dekorációs cégek versengenek azért, hogy minél szebbet és minél csicsásabbat hozzanak létre. Hát mi csak 1 órát sétáltunk, de az is pontosan elég volt, hogy 1 óráig vasadunk, már káprázott a szemem, tehát tényleg nagyon nagy gyönyörű, meg dicsőségre. És akkor látunk éjszakai képet mehet belőle, napon is éjszakai is, hogy ott van a felnőtt arcoló. És akkor inkább ugrok, mert mindent nem lehet. A Times Square, azt mindjárt ismerjük a filmekből, hát az a híres piros lépcső, ami feltétlenül ott kell állni, és ott állunk barmiban. És a Times Square után ugye a Rockefeller Center, ami azért jó nagy területen helyezkedik el, 19 épülete van, felhőkarcolója természetesen, és hát a Korcsolya pályája. Tehát azt minden filmben, amelyeket filmben látjuk, amit mindjárt játszódik, hogy ott a Korcsolya pálya, ami a valami unokának korcsolyázott, mert ők mindjárt, meg a vejem is korcsolyázta. És még a legvégén, a Central Park, azért akarok vicsegedni, mert mi is bicikliztünk, és én a nagy biciklis, én bicikliztem a Central Parkban, ami nagyon büszke. Nagyon büszke, mert hát azért szóval jó volt a biciklizni, egy kis forgalom is van, úgyhogy a bizonyosan összeszedtem volna, hogy nem most már valami történjen, de nem történik semmi. Lehetnek is egy szállás. Szóval megint más, meg nyilván megint más, nyilván van. És hát ott is a híres híd, a szerelem hídja, és megint meg, ugye a nagyon sok tó, meg út szabdalja ezt a parkot, és nagyon sokan bicikliznek, hinton, kocsikáznak, görkoliznak, sétálnak, kocognak, tele van volt mindig, hát most nem volt szíveni a tele. Ha átnézünk a másik oldalra, ott ugye Wall Street-en, a Amerika ugye gazdasági pénzügyi központja, mint a világkereskedelmi központ, tehát itt is itt van a tőzsdepalota. Na most az a Wall Street bikája, olyan szerencsém volt, hogy nem tud senki rajta, de különben mindig rajta vannak az emberek, mindig ott csülnek a turisták, és mindenki meg akarja simogatni. Ezért csillog is, villog is, ha már ugye tudjuk, hogy részből van, a rész oxidálódik, de hát ez csillog, villog. Ez miért kell simogatni? Miért kell simogatni? Szerencsétlen, mivel a pénzügyi világközpontja is a pénznek a szimbóluma maga a bika, ugye, hozzájárulja. Jó, az is egy, és akkor itt már zárom is, azt a szépet, amikor a Empire State Buildingben voltam, és megkapott az a kép. Ugye egy üvegőben ott van a világ, tehát egy üvegőben beletérek a világ. Vagy apám is, az, amit elképzelünk, és azt ott kapottam, és nagyon jó, mint a Bence. Mert hogy a, hogy is van a idézett olyan patilákra? A távolság, hogy a kívánkoljuk, megkapoljuk, azt hiszem, azt is jöttem a látos. És akkor ezt befejezzük, tehát New Yorkot akkor befejezem, elbúcsúzunk, tudni kell, hogy tél van New Yorkban, tél, és felülünk a repülőre,
és 1750 kilométer után megérkezünk Miami-ba, Florida-ra. Na most a télben, a nyárban, első, mi volt az első teendőm? Szandál felint. Nem jó. Szandál, papucsos. Mert ugye téli kabát csizma, ott pedig 28-29 volt. Tehát átmentünk a télben. Térdel a nyár, nagyon nagy élmény volt, hát jó, most se könnyű, itt is sokszor átmegyünk a térdel a nyárba, de azért, szóval azért sok szépet látunk meg. És akkor, hát ami, nem fogok kitérni, mert nagyon sok mindent kellene még elmondanom, de ami nagyon különleges, egy mocsárba jár, 5000 éves mocsár, egy nemzeti park, 5000 éves, és az 1800-as években merészkedett a fehérembe, addig az indiánokat a területen volt. Ez a bocsánat. És nem hallja valaki? Nem. Sokan nem hallják. Nem tudok. Egy csokorlom. Nagyon saját közében. Ott nem hallja. Ez a mocsár, ez ugyanolyan, mint volt. Tehát nem nyúlnak hozzá nyilván miért, mert aligátoros és krokodilok élnek a mai természetes környezetében, és ami a különleges, hogy a világon itt élnek egyedül együtt aligátorok és krokodilok. Különösebb van, mert a krokodil azt nem tudja meg. Állatot maga körül, viszont itt egyedül a világon, itt együtt élnek a krokodilok és a nagyvállalók. És egy ilyen különleges mocsárjáróval megyünk ezen a mocsáron keresztül. Volt, amikor 30 km/h sebességgel húztunk, volt, amikor nyilván megáll a mocsár, ez a járó, ez a her volt, mindenezik. És akkor meg tudtuk lesni a valóban. Tehát a képen is lehet látni, hogy meg tudtuk lesni, és szépen reggyőztük. De mi észrevettük. És akkor a Mentibon, amit mindenki láttam azt is, az a hitány képület, ami ott van, arra szeretném még felhívni a fontos figyelmet, a világon nincs még egy ilyen kaszinó és hotel, amelyik így épült volna meg ilyen alakzatban. Nem a magassága lényeg, hiszen csak 35 méter magas, csak ilyen. Hát azért elfelejtettem mondani, hogy az Empire State Building, ha már arról nincs kép, de a panorámát lefotóztam, 102. emeletről, az 381 méter magas. Tehát azért mondom, hogy ez nem magas, mert ha az 35 méter, akkor az nem magas. De mi a különlegessége? Hogy különböző színekben játszik, mikor milyen színekben, és hogy miért lehetünk rá, mi magyarok egy kicsit büszkék. Hát azért, mert van egy ilyen, van nekünk egy művészünk, egy zongora művészünk, a Havasi Balázs, aki 1922-ben adjuk már ezt a 2000-ben. Tehát Havasi Balázs 22-ben adott itt koncertet, és Piros-fehér-zöldben, a magyar közlemetében, akkor Piros-fehér-zöld színben pompázott ez az épület. Tehát meg amúgy is híres, mert ugye kaszinó, és ott van egy kaszinókép, ahol nyilván voltunk, bementünk, $2 merészkedtünk meg, és 25 centtel kijöttünk annyit. A szám nem érjen, és a kísérteni az embernek a szerencséjét. Nagyon sok ember látott, aki reménykedtek, és nem biztos, hogy csak reménykedtek, végig így van. Ami még volt nagyon megkapó, meg ez a számomra, a homokember, amit Fort Lauderdale-ben fotóztam le. Ez egy
olyan szakasza az óceánnak, ahonnan hatalmas óceánjárók indulnak ki a Karib-tenger térségébe, és hát 37 km hosszanságon húzódik, ahol nyilván nagyon kellemesen lehet tölteni az időt. Az viszont, az a vízimentő állomás, ha most ránézünk is, sok mindenkinek szerintem eszébe jut a Béjas, mert ugye léptek nagyon a színes vízimentő állomások találhatók, és azért gondoltam, hogy én ezt tennék, most meg kell örökíteni, meg is örökítettem. De le is éptünk. Egy napon napoztunk Miami Beach-be, és leéptünk. Jelentem, komolyan mondom, leéptünk. Azon gondolkoztam, hogy mivel kenjebb be magam, mert a leszintek volt. És leéptünk mindjárt. Jó? És akkor még egy nagyon érdekes kép van a legvégén, nem a legvégés, az is érdekes a repülőből, hanem az, igen, dél-Florida jellemző növényzete, az a tölgy. De ez nem csak szimpla tölgy, mert ha csak sziklának tudunk, nem mondaná nekünk semmit. De az összes tölgy, amit csak ott láttam, és nagyon sokat láttam, mert sok fáma van, és sok tölgy van. Mindegyiket beszőtte az a spanyol mohának nevezük, spanyol moha, illetve szakábroméra. Ami befogja az összes fát, ez a másik fát, és nem tudom mennyire tudjuk, én nem tudtam, sőt, a vendéglátók sem tudták, hogyha én nem kérdezem meg tőlük, akik miért mondtok vendégségbe, akkor nem tudják a mai napig se, hogy mi ez. És utána néztek, meg én is. És ez a növény, ami befogja a tölgyfákat, ez a levegőből táplálkozik. Tehát nem a tölgyfának beszél a táplálkozik, hanem a levegőből táplálkozik. És végül is jó, mert érdekes. De majd ez aztán a fotó is jól összeadja, hogy érdekes jelenséget figyelnek. De ez csak Dél-Floridában találtak meg ezt a művészetet. Bocsánat, megkérdezik. Elég rövid mondom, hogy elég rövid mondom. Nagyon jó, hogy